Összetett képet látok magam előtt, mutatom, mire gondolok, mert ugye én a Petivel ismerkedtünk meg elég először, és akkor Tomi ott volt, mint a kisöccse, tehát gyakorlatilag egy ilyen 10 éves gyerekként ismertem meg körülbelül a Tomit, és ahhoz képest láttam felnőni, láttam, ahogy belenevelődött, láttam, ahogy elkezdett profivá válni a zenekaron belül, láttam, ahogy néha átveszi a főnök szerepét, láttam, ahogy a zenekari munkáit és a mellette levő egyéb munkáit csinálja, és láttam közben szülővé válni, férjé. Hát Tomikám, mondanám azt, hogy még ugyanennyit kívánok neked, de azért az ember kínzás lenne. Azt kívánom neked, hogy amit megélsz, azt a legnagyobb örömben éld meg, és minden percét élvezd az életnek. Én a Tominál az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, amit mindig nagyon kiszoktam emelni, hogy azt gondolom, hogy egy borzasztó cizellált és nagyon részletgazdag művészember van benne úgy, hogy mellette nyilván ott van egy nagyon bohém, nagyon gyereklelkű, igazi művész. Én nagyon-nagyon kedvelem őt, és nagyon-nagyon nagy spektrumon mozog az ő előadói pályája. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ugye több szálon fut az élete, és hogy mindegyikben megtalálja a számítását. Drága Tomi, először is nagyon-nagyon vigyázz az egészségedre, a jó hangulatodra és a humorérzékedre, mert erre mindig nagyon-nagyon nagy szükség lesz az elkövetkező időben, hiszen sok-sok feladat vár rád, és remélem, hogy ott lehetünk majd mindig veled, és együtt örülhetünk a sikereknek. Isten éltesen! Repülés, szuhanás. Csak a sors irányít minket, semmi más. Tomi azért ismerik, hogy ő egy eléggé lelki típusú ember, tehát el tudom képzelni, egyébként belül örülödik, hogy minden rendben legyen, de azt gondolom, hogy csak profikkal veszi magát körbe az ember, akkor nem nagyon kell izulni, hogy minden rendben lesz, és a Tomi zenekar és a két összeszerezenek zenészek egytől egyik perfekt emberek, tehát hogy nem gondolnám, hogy itt neki félni kéne attól, hogy bármi gubanc lesz, és nem is lesz. Most a beállást én már meghallgattam nagyjából majdnem mindenkit, és nagyon szép is este lesz, abban biztos vagyok. A Tomiból, aki egy picit is odafigyel rá, azonnal észreveszi, hogy mennyire egy szívlélek ember, és ez egy árad belőle. Vannak emberek, akik erre predesztináltak, hogy a szeretetüket, amit ők adnak az emberek felé, ezt vissza is kapják. És a Tomi pont egy olyan típus, hogy szerintem azért szerették sokkal, mert ő egy ilyen szerethető ember, aki mindenkit szeret, és ezáltal ezt vissza is kapja. Fogja tudni, amit most mondok, más még itt nem fog érteni, hogy a zöld erdőben jártuk, egymásra találtunk mi is, és örülök, hogy a barátod lehetek, és ne felejtsd el, hogy amikor éppen nem megy jól a játék, akkor ne add fel, mert a végén még jól is mehet majd. Hajrá! Szerintem én régebb óta ismerem, mint te, mert még annó a Petivel volt egy közös zenekarunk, és a Tomi egyszer jött rajongónak. Ja, tényleg lehet. Az Erzsikék nevű zenekar, Betty Blue néven futott, és ez magyarul Erzsikéket jelent. És én akkor láttam a Tomit, akkor 16 éves volt a Tomi, akkor láttam először. Kis hebrencs hülye gyerek volt akkor, mint most. Most már nem hülye gyerek, most csak kis hebrencs. Én megmondom őszintén, nekem az jut eszembe róla, amikor katona volt, és volt egy trabantja. És állandóan gyönyörűen le volt mosva, mindig halál tiszta volt, csak nem mindig indult be. De nagyon szerette azt a trabantot, emlékszem. Néztem a próbákat, és nagyon jól összerakta. Úgy fejbe is, magában is, meg a műsornak a lendületében is teljes profizmus van, én úgy érzem. Tomikám, nagyon szerettünk, még 50-et, és évente ismételd meg, puszilunk. Egy a lényeg, a buli jó lesz, a stressz majd összerántja. Őt később ismertem meg egy picit, mint magát a Mirigyet, mert a Mirigy elejétől lényegében
kapcsolatban vagyok velük, és egy picit később, amikor ők csatlakoztak, akkor ismertem meg őket, és akkor ugye még nem voltak annyira úgy előtérben, nem volt a Tomi annyira úgy buzgó, később ismertem meg, és nagyon nagy cimboraság lett. Mindig pozitív. Tehát, hogy mindig, amikor találkozunk, mindig van valami humor, mindig van valami mosoly, nincs negatív, nem húz le az életről, inkább tölt. Tomikám, egy óra múlva kezdés, 3 óra múlva hívás. Pápuszi. Az első találkozás? Talán a 90-es évek elején volt Zánkán egy ilyen szakmai, ilyen kiadós buli, és ott ismerkedtünk meg. Akkor láttam másodszor az Irigy Honnan Mirigyet, először a Tüzes Vízbe. 89-ben, vagyis 90-ben. Egy nagyon jó srác volt, már akkor is ugye első ránézésre, de igazából akkor ismertem meg, amikor 13-ban az Anti ajánlotta, hogy mi lenne, hogyha Tomival csinálnak a Sing Singet. És direkt úgy mentünk el próbára 14 év után, én legalábbis, hogy nem néztem át a dalokat, és nagyon meglepett, hogy a Tomi jobban tudta a dalokat, mint mi. És azóta gyakorlatilag feszültség és problémamentes így az együttműködés, lehet, hogy azért meg kevés koncertünk van. Kedves Tomi, Isten hozott a B oldalom. Találkozunk a száznál. Ahogy én lettem mindjárt 60, úgy lett ő 50. Tehát egyszerűen úgy szaladnak az évek, hogy észre sem veszi az ember, és puty, és az elmúlt 20 év ez hova lehet egyébként? Tényleg mindenki így érzi, szerintem mindig ő is így érzi, meg én is így érzem. Jó ember, jó énekes, jó frontember. A Tamás az egy nekem a szakmám az egyik leg, nagyon sok szempontból. Azt üzenném Tomikám, hogy amikor azt a bizonyos üveget majd fölbontod otthon, amit kaptál a 50-esre, egy nagyon kellemes üveggel leptem meg, nagyon kellemes tartalommal, akkor majd azért mormolja magadba egy imát, és hozzáénekeld el azt a bizonyos Sing Sing dalt, hogy a jelszó halálamájra, ezt te felejtsd el. A tapítát szedjük le a falról, tépjük le a ruhát az összes sajról. A sarokba dobjuk a rókát, nyomjuk szobát, ne! Csináljuk egy bőrűt, egy bulit, ha éjjel, állítsuk a falhoz az agysejtőket. Csináljuk egy hatalmas bajét, ma éjjel jelszó. Ezt ne felejtsd el! Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a Sláger TV kukac.slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk a vasárnapi ismétlés után megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján is. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. Minden jót, a viszontlátásra!